Sziasztok, a mellettem lévő úriembert nem hiszem, hogy be kell mutatnom, de azért mégis megteszem, hogy Turbó, szia! Üdvözlök minden nézőt, Szióka! Hogy érezted magadat itt Debrecenben? Az igazat megvan az embert, mögül egy kicsit nehezen láttam ki, de szerintem a rendezvény nagyon jól sikerült, legalábbis így, mint ilyen idézőjelben rakott civilemben, nagyon élveztem ezt az egész rendezvényt. Szerintem mindenkinek az arcán csak mosolyt látok, úgyhogy szerintem király volt. Reggel egy kicsit aggódtunk a YouTube színpad miatt, egy picit el lett szeparálva, de azt hiszem, hogy alaptalanok voltak ezek teljesen, ezek a félelmek. Ebben teljes mértékben egyet tudok érteni, mindenkinek volt kellő mennyiségű helye, mindenki megtalálhatta, mivel kellőképpen ki volt jelezve, hogy merre található ez a hely. Nem volt fel semmiféle probléma, legalábbis így utólag most már. Mi a véleményed arról, hogy egyesek szerint ez a YouTube jelenség, ez valamikor elér a tetőfokát, és onnan már így nem lehet folytatni, mert azért Magyarország mégis egy kis ország. Te látod már ennek a végét, vagy szerinted ebben még bőven van potenciál, tehát hogy nyugodtan jelenjenek meg új YouTube-osok? Az igazat megvalva, a média folyamatosan fejlődik. Eleinte kezdte a rádióval, később lett ugye a tévé, most jelen pillanatban az internet a legnagyobb idézőjelbe rakva reklám, illetve olyan piac, ahol el lehet helyezkedni, vagy bármiféle ilyesmi. Én úgy vagyok vele, hogy ha van hozzá affinitásod és kedved, akkor kezd el mindenféleképpen. Ha kitartó vagy, sikeres is lehetsz benne. Senki nem fog az utatban állni, egyedül maximum te, hogyha nem folytatod a dolgokat. Szerintem bárki, akinek kedve van, nyugodtan csinálhatja. Van, aki szerint már szinte ijesztő, hogy mennyien akarják az autogramjaitokat, fotókat, ajándékokat hoznak. Neked erről mi a véleményed? Te élvezed, vagy azért szerinted is azért van ennek egy határa? Az igazat megvalva, ezeken a rendezvényeken a legnagyobb harcunk az oxigénért van. Tehát konkrétan nagyon-nagyon sok ember jön oda hozzám is, mint a többiekhez, egy autogramért, esetleg egy közös képért, vagy bármiféle ilyesmi, vagy csak egy kézfogásért, vagy egy pacsiért. Igen, ez nagyon-nagyon durva. Úgy érezzük magunkat, mintha sztárok lennénk, pedig nem vagyunk azok. Viszont ezt el kell fogadnunk. Ez sajnos vagy nem sajnos ezzel jár. De furcsa. Furcsa. Mi nekünk mindig furcsa. Várhatunk-e tőled valami érdekes újdonságot? Készülsz valamivel? Az igazat megvalva azon kívül, hogy erről a rendezvényről most mindenféleképpen beszeretnék számolni. Szerintem maradok a megszokott sémánál is, folytatom a játékvideó készítését a neten. Köszönjük. Nincs mit. Tovább nézzétek a GameStart-t.